A Karcak televízióhoz eljuttatott közleményben hangsúlyozták, a háború és a brüsszeli szankció következményeként az energiaárak sokszorosára emelkedtek. A kormány célja, hogy ebben a helyzetben is a legfontosabb közszolgáltatások működése fennmaradhasson. Ezért a korábbi tízezer lakos alatti településeknek adott kormányzati támogatás után most a tízezer lakos feletti városok és fővárosi kerületek energiaár emelkedés miatti támogatásáról döntött, mint egy 44 milliárd forint értékben. A települések anyagi helyzete, energiabeszerzési szerződéseik, alapvető intézményeik fűtési, világítási rendszere jelentősen eltérő, írták a közleményben. Hozzátették, a támogatásért cserébe mindenkitől takarékosságot kérnek, ezért az érintett önkormányzatok tervet készítettek a lehetséges energiamegtakarítási lehetőségekről. A tájékoztatás szerint Balla György miniszteri biztos és Láng Zsolt kormánybiztos tárgyalt a városi, illetve fővárosi helyhatóságokkal a megnövekedett rezsiköltségeikhez nyújtandó állami hozzájárulásról. A biztosok mindenkivel tárgyaltak, aki elfogadta meghívásukat az egyeztetésre. Javaslatuk alapján a miniszterelnökséget vezető miniszter 138 városi és 17 kerületi önkormányzat részére csak nem 44 milliárd forint támogatásról döntött, a települések listája elérhető a kormányportálon áll a közleményben.